Andrea Femme című fotókiállítását nyitották meg a Kőbányai Körösiben. A kiállításon közreműködött Király Éva jazzénekes és Cseh Borbála művészeti író. Kis Andrea képei digitális technikával készültek, de ez a kivitelezést illeti. A képek viszont igazi képzőművészeti festmény, alkotások. A képzőművészetnek a meditatív, filozófikus, szakrális hagyományát követik. Bár persze számomra kérdés, hogy van-e ugyan másik fajta hagyomány. A fotótechnikával készült alkotások nyomtatásának kivitelezése a Pigmenta Kft. Kiváló munkáját dicséri. Minden egyes alkotás egyedi. Noha ez a technika sokszorosításra alkalmas, e művek esetében ilyesmi szóba sem jöhet. A fotó és a digitális nyomtatás ez esetben nem más, mint egyfajta ecset, a kép kivitelezése pedig egy nagyon hosszadalmas folyamat. Egységes egészet alkot a kép, az elkészítéstől a falra kerülésig, minden mozzanatában egymásra épülve. Az alkotó konkrét szakmai tevékenységei közé tartozik, hogy amikor a technikát kiválasztotta, kiválaszza azt is, hogy mit akar megörökíteni. Kis Andrea önmagát választotta képei témájának, így egyszerre kivitelezője, alanya, tárgya, vizsgálója, átélője mindannak, ami majd vizuális kifejezés formában rendeződik, és képbé záródik. Végtelen dialógus folyam ez. A pillanatnyi mozdulatok egymás utánja. A mozdulat pozíciók kiválasztása, beállítása, megtartása, rögzítése, majd a kép megkomponálása, a printelés anyaga, a print technikája végül sorozatot hoz létre. Tevékenységsorozatot és képsorozatot. Minden mozdulat önálló egység. Minden mozdulat új sorozatokat lenne képes indítani, hiszen erőt sugároz, és lehetséges további kapcsolatok irányába is nyitott. Ennek a folyamatnak nincs kezdete, sem vége. Nem lehet megmondani, melyik az első és melyik az utolsó. Természetesen az sem, hogy melyik a fontosabb és melyik a kevésbé fontos. Bármelyik mozdulat lehetne bármelyik. Egy biztos, mivel nem kezdődik, nem is záródhat ez a sorozat. Állandó elemeit látjuk egy forgatagnak, pontosan annyira konkrétan, ami a jelenséget még felismerni engedi, még látjuk, hogy hajlik a kéz, a kar, a láb, hogy nagyon is testi valóságot tár elénk egy-egy kép. Leegyszerűsítve magára a fizikai tényre, közvetlenül és meghökkentő tárgyszerűséggel mutatja meg magát a test. Vizsgálatot sejtünk, szemlélődő, ám elszánt és erőteljes kutatást vélünk, és ha így gondoljuk, jól tesszük. A női test direkt reprezentációja a jelenségben a szimbolizáció és az idealizáció felé is nyitott, finom intuícióval engedi a mögöttes sejtéseket tovább gondolni, vagy még inkább az érzeteket elmélyíteni. Ez a képi valóság a gyönyörködtetés és a gondolkodás között keres valami helyet magának, vagy még inkább egyfajta más érzékelést követel. Elhatárolódást a személyestől épp úgy, mint az absztrakt fogalmi vonatkozásoktól. A kifejezés keresése az, ami talán a legközvetlenebbül a középkori gondolkodással áll rokonságban. Ahogy a kézművesség alázata jellemzi a képek születésének a folyamatát, a mestermunka igényével keletkezett mindegyik. Jederán György tervezte Kis András számára a mesterjegyet, amelyik ott a keresztfalon látható. Ezzel szignálja a képeit, és némelyikre még drombornyomással is száraz bélyegzővel belenyomja. Az egyes képek egyedisége a képek sorozat jellegeivel, míg a testrész mozdulatok a nagyon is teljes egészében egy eleven modellel, magával az emberrel állnak dilemma viszonyban. Az alkotó önmagával, mint modellel,
A kép, mint művészeti entitása gondolatra összpontosító vizsgálattal kerül dinamikus viszonyban. Mindez pedig egy végtelen csendes remetességben zajlik, mint az alkotást, mint pedig a képnézést illetően. Így eljut a kép a végső formájáig. Azáltal, hogy mi megnézzük. Minden egyes kép egy sorozat részeként az el nem érhető kifejezésforma lehetőségeihez kerül közelebb, ám magát a nyelven túli keresi, ezáltal viszont éppen ettől távolodik el. Mondaná, és minél többet próbálkozik a kimondással, annál nyilvánvalóbb lesz, hogy a nyelven túli valóság kimondhatatlan, az iránta való keresés azonban föladhatatlan. A világban való létezés kifejezhetőségének e képekben nem a reményét, hanem a módját csodálhatjuk meg. Egy 12. századi skót gondolkodó, Richard de Saint-Victor írta, hogy minden testben megvan a láthatatlan jóhoz való hasonlatosság. Ő még bizonyos volt abban, hogy az egyes jelenség valami láthatatlan, tapasztaláson és érzékelésen túli létezéssel tarthat kapcsolatot. És ez ki is fejezhető valamilyen módon. Más dolog persze valamit megjeleníteni, és más dolog kifejezni, elmondani. Hiába a földön túli jó reménye, ha nincs mód arra, hogy kifejeződjék. A kapcsolat szándékának többszörös megtörését a 19. és 20. századi filozófia és költészet fő témájának mondhatjuk. A nem láthatót megjeleníteni, a jelenséghez valami nyelvet kitalálni, ami által megszólíthatóvá válik, az alkotó ember áll az egyrészt a teremközpontba, a teremtővé válás a néző pozíciója, és a véges alkotás, mint egy kapu a végtelenné, ez az ő pozíciója. Látszólag nyugodt képek, holott mindenki szörnyen mozog. A képek alkotója számára a vizuális kifejezés formának a kutatása szerzetesi türelemmel végzett aprólékos munka. Önmaga vizsgálatát végzi, az egyes mozdulatokat a jelenség szintjén fogalmazza meg, a néző számára így átengedi a gondolattársítást, akár szimbólumokhoz, akár allegóriákhoz, akár konkrét személyekhez, akár pedig magához, az alkotóhoz, aki a saját pőre valóságában tárul fel előttünk. A kiállítás címe Femmi, egy kis szójáték. Minden emberi cselekedet, vágy, érzés vagy gondolat itt az összes általános és érvényes személyessége mellett a női létezés keretein belül valósul meg. Mi más is lehetne egy nő, mint női ember? Nincsenek speciális hangsúlyok, a dolog természetes és nem megkerülhető. Bár az emberiség fele nő nemű, ez a tény valahogy mégiscsak olyan rácsodálkozó újdonság erejével hagy sokakra. Könnyebb összegyűjteni, mi az, ami a kiállításokban nincsen meg azokból a gondolatokból, amivel a női létet, mint principiumot kapcsolatba szokták hozni, ami közkeletűen bizonyos vélekedések keretét adja a nőkről. Ezek ilyen nagyon könnyű dolgok, viszont nagyon nehéz együtt létezni egy női emberrel, pontosan ugyanolyan, mint egy férfi emberrel, és ennek a ténynek egyáltalán a lehetőségeit számba venni, önmagában is kihívás, egy párkapcsolatban is kihívás, de hát meg kell békülnünk ezzel a ténnyel, hogy valamilyenek vagyunk. E képek számára a nőiség olyan természetes, hogy szinte zavarba hozó. A képsorozat nem tár fel titkokat, nem tár fel mágikus narratívákat, nincs saját vizuális alkotói nyelve, tabuja, titka. Alkotói folyamata van. Mindenét átadja a képnek.
Vörös Sándor így ír erről az Önarckép című versében, aki noha egy férfi, ugyanezt a folyamatot írja le. Nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi, de a legbelső mi voltom maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg, épp ezért miképpen képzelheted, hogy te látsz engem. A látás a nézőkre van bízva. A kép ad hozzá kifejezést, de ne kis Andreát keressük, hanem magunkra figyeljünk. Talán kinyílik előttünk a mozdulatba sűrített mozgás, talán nem. De engedjük magunkat belesodorni a saját történéseinkbe, anélkül, hogy meg akarnánk határozni bármit, vagy rá akarnánk erőltetni fogalmakat valamire. Adjuk át magunkat annak, amit mindeddig tettünk, és akik majd egyszer talán lehetünk. A mozdulatot az ember magának adja. Az idő nem hajlik meg, az idő térformává engedi lenni az íveket a testen. Ami van, az éppen önmaga, kéz, kő vagy akár virág, nem különbözik. Bármihez hasonlíthatja, amit megérintett az élet, vagy lehetne akár azonos is. Önmaga az, mégis újra másképpen, és megint újra másképpen. A mozdulat képe azé, aki néz és vele mozdul. Elkísér mindnyájunkat a csenden túlra. Ezennel a kiállítást megnyitom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm Andrának a képeket, dr. Murai Gábornak a rendezést.